Az országban első között alakult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klímaplatform, amelyet az Európai Unió környezeti és energiahatékonysági operatív programja támogat. A projekt célja az energetikai korszerűsítés, a szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása. Utóbbi koordinálását mindenhol a megyei önkormányzat végzi. Az ő feladatuk, hogy felkészítsék a helyi közösségeket, civil szervezeteket és települési önkormányzatokat a klímaváltozás okozta teendőkre. Láthatóak ennek sajnálatos módon a napi jelei is, a mindennapi tapasztalatainkban is időjárási szélsőségek jelentek meg az életünkben, és más egyéb furcsaságok, amit talán korábban nem tapasztaltunk. Ezekre a folyamatokra történő felkészülés stratégiáit dolgozzuk ki ezeken a megbeszéléseken, workshopokon, amit a program keretében tartunk. Nyilvánvalóan másfajta tanulmányok is készülnek, olyan fajta műhelymunkák, amelyekből aztán egy megyei klímastratégia és egy országos klímastratégia is születik majd a folyamat végén. A klímaplatform 18 hónapon át dolgozik majd. Ez idő alatt különböző workshopokat tartanak annak érdekében, hogy felmérjék a megyében a negatív elemeket. Ilyen például az évről évre csökkenő talajvíz és a globális felmelegedés. Az első szakmai megbeszélés fő témája a napelemek és napkollektorok használatának népszerűsítése volt. A lakosság körében azért is lehet kevés azoknak a száma, akik beruháznak az energiakorszerűsítésre, mert hazánkban magas a környezetvédelmi termékdíj. Ha a lakosok kapnának visszanemtérítendő támogatást, akkor biztos nagyon sokan tennék fel, még nagyon gyerekcipőben jár a lakosság, amit hogyha a kedves nézők körülnéznek a megyénkben, akkor elsősorban önkormányzati, illetve állami intézmények tetején látják a napelemeket, és bizony-bizony csak kevés házon van napelem vagy napkollektor, ami a lakosság tulajdonában van, viszont az jó hír, hogy vagy visszanemtérítendő, vagy visszatérítendő 0%-os támogatás keretében az idén a lakosok is pályázhatnak majd erre. Az első szakmai megbeszélésen Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem rektor helyettese előadásában kiemelte, a klímavédelem globális probléma, ami ellen helyben kell megoldást találni, hogy a következő generációk egy élhetőbb világban éljenek majd.